Bodnár Balázs októberi tárlata után ismét fotókiállításnak adott otthont a Visegrádi Patak Park Hotel. Ezúttal Papp Lajos hobbifotós döntött úgy, hogy a közönség elé tárja képeit, melyek nagy része Visegrádon és a Pilisben készült. 2014-ben költöztünk Visegrádra feleségemmel, akkor kezdtem el igazából fotózni itt Visegrádon, ott teljesedett ki ez a táj és jellege, tájfotózás, és most már olyannyira elértem ezt a célt, hogy fotózással szeretnék foglalkozni, most már beiratkoztam egy fotográfus tanfolyamra, és fotográfiát tanulok. Papp Lajos korábban rendezvényeken fotózott, ám miután Visegrádra költözött, megihlették a Dunakanyari táj, valamint a Pilis természeti szépségei. Szeretek túrázni, sajnos ide nem mindig engedi, és még most itt járom a környéket, Pilist, de amikor időm engedi, akkor megyek messzebb, minél szebb helyeket felkeresni, minél szebb dolgokat. Most már nem csak Visegrád és környék, Kaci, hanem vannak más elképzeléseim. A fotós elmondta, nem könnyű megörökíteni a sokszor egyszeri és megismételhetetlen pillanatokat, hiszen sok türelemre és kitartásra van szükség egy igazán jó kép elkészítéséhez. Ez a villámos kép, ez nagyon spontán történt, ugyanis fönt a panoráma után Visegrádon készült ez a kép. Kicsit följebb kellett menni, mint a kilátó, ahol van. Elég nagy volt a vihar, és ez is egy trükk, ahogy ez a kép készült. Ez egy hosszú záridős kép. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ezt így el tudtam kapni. Pont össze akartam pakolni, még egy utolsó próbálkozást csinálok, és akkor így ez lett belőle, aminek nagyon megörültem, és ijedtem haza, hogy megnézem a számítógépen is, hogy tényleg ilyen jó-e, és hál' Istennek ez jól sikerült. A kiállítás megnyitó kezdetén Juhász Tünde üdvözölte az érdeklődőket, majd Huszár Andrea Magdolna szobrászművész mondott köszöntőt. A képzőművész elárulta, 4 évvel ezelőtt ismerkedett meg Papp Lajossal, és azóta ő a fotós legnagyobb bíztatója, akinek ez már a második kiállítása 2016 után. Ez teljes egészében egy új kiállítási anyag itt. Ezzel a Lajos behozza a tájat erre a helyre, ebbe a belső térbe. Ez igen különleges, azért különleges, mert így olyan kitekintést kapunk, mint ahogyan a japán kertet szervezik a japánok, hogy a tájnak a távlati képe beletartozik a kompozícióba. A képzőművész szerint minden itt élő ember boldog lehet, hiszen csodás táj veszi őket körül, mely Papp Lajost is alkotásra késztette. Egy olyan ember készítette ezeket a műveket, aki belső ihletésből és felindulásból és belső igényből keresi fel ezeket a helyeket, amelyekről a képeket készítheti. Több olyan kép van, amelyet aztán technikailag is színez, tehát bele nyúl a képbe, de olyan átélés alapján keresi ő ezeket a kompozíciókat, amelyeket sok mindenkinek ajánlanánk, akik ezt a vidéket fölkeresik, illetve hát itt laknak. A köszöntő után Mile Zsigmond költő, dalszerző előadta Patak című versét, majd Matusz Gergely fuvola művész játékát hallhatta a közönség. A megnyitó után az érdeklődőknek lehetősége nyílt feltenni a fotókkal kapcsolatos kérdéseket. A kiállítás április 15-ig megtekinthető a Visegrádi Patak Park Hotel kavics termében.